A soros kampányt megalapozó közvéleménykutatások nyilvánosságát követeli a DK, perre mennének a dokumentumokért. A stúdióban Molnár Csaba. Jó estét kívánok! Hát nem tudom, hogy figyelte-e Lendvai Ildikóval és Kunce Gáborral a beszélgetésünket, mert ott Kunce Gábor úgy fogalmazott, amikor ezt a sorosozós tematikát vetettem fel a Fidesz részéről, hogy hát az ellenzéknek meg nem kéne belemenni a csőbe, úgy kéne reagálni, hogyha valaki sorosozik, akkor jó van, van arra gyógyszer, és lépni tovább. Ezzel nem megint a Fidesz kottájában játszanak? Nem hallottam a beszélgetésnek ezt a részét. Itt a stúdió előtt Majtényi Lászlóval beszélgette, éppen ő is majd vendége lesz a műsornak. Szerintem ebben az esetben nem. Hadd vitatkozzam az egyébként általam nagyon tisztelt Kunce úrral. Szerintem ez az elmúlt 30 év legnagyobb lebukása. Az, hogy kiderült, hogy... Azért ez egy kicsit túlzás. Egy kormány a teljes politikáját adófizetők pénzének milliárdjaiból felépíti erre a nem létező soros tervre, majd a soros tervnek az amerikai kiagyalója egy lapinterjúban elmondja, hogy ebből egy szó sem igaz, ezt ő maga személyesen találta ki az üzlettársaival együtt, össze-vissza közben kutattak Magyarországon, hogy megmérjék, hogy ezt meg lehet-e építeni. Az egész Orbán kormány politikájának a közepe, hogy soros tervvel riogatnak minket. Ma Orbán Viktor a reggeli rádió műsorban 5 perc alatt 13-szor ejtette ki Soros György nevét a száján, továbbra is csinálják, majd kiderül, és nagyon hiteles forrásból, a sztori kiagyalójától, hogy ez egy óriási hazugság. Szerintem ebben a kontextusban muszáj beszélni a nem létező soros tervről, mert Orbán lebukott. Pénzemből hazudik Magyarországnak évek óta. Olyan közvéleménykutatást csináltathattak annó, amiből kiderült, hogy Soros György más felsorolt szereplők mellett igen ismert, és igen rá lehet húzni egy ilyen negatív kampányt. De ez ettől még hazugság. A vége az az, hogy Finkelstein és Birbaum urak, akik a Fidesz megbízásából amerikai politikai tanácsadóként kitalálták ezt az egész dolgot, bevallják, illetve az egyik, aki még él, mert ugye a másik már meghalt, bevallja, hogy ebből egy betű nem igaz. Igen. Ők találták ki ezt az egészet, Orbánéktól elvettek ezért egy csomó pénzt az önadójából és az én adomból, majd utána teleplakátolták ezzel a hazugsággal egész Magyarországot. De ha végigolvasta ez nem nagy lebukás? Ha végigolvasta ezt a svájci cikket, akkor végül is ő most pontosan ugyanazt csinálja, amit ennek a kampánynak a kiagyalói elvárnak az ellenzéktől. Habosítja folyamatosan ezt a történetet, a média ugye továbbadja, és ezzel gerjesztődik ez a folyamat, gyakorlatilag már semmit nem kell csinálniuk, mert a dominó eldőlt, és megy magától tovább. Ön azt tanácsolná nekem, hogy Orbán Viktor közpénzből hazudik évek óta, majd lebukik, kiderül, hogy ez a hazugság, amiről egyébként mi tudtuk, hogy hazugság, szerintem az ATV nézőinek nagy része is tudta, hogy hazugság, majd lebukik, akkor maradjunk csöndben. Nem, én csak kérdezek, és azt kérdezem, hogy nincs olyan érzése, szerintem, hogy a Fidesz kottájából játszanak ilyenkor. Szerintem ebben az ügyben nincsen. Uh-huh. Az erről szóló DK által készített kisfilmet, azt pár nap alatt 600 ezeren nézték meg az interneten. Ez egy egészen elképesztő nézettségi arány, és több millió embert ért el. Végre az Orbán ellenes világ szavazói, és több millió ilyen ember van az országban, felszabadulhatnak egy nyomás alól. Ők mindig sejtették, az ATV nézői mindig sejtették, hogy ez hazugság, de végre van egy bizonyítékunk. Orbán hazudott, na igen, lebukott. Csak ugye pont ez a lényeg, hogy valószínűleg nem ezt a közeget kell meggyőzni, hanem azokat, akiket még ez sem fog meggyőzni, hogyha előállnak egy ilyen közvéleménykutatással. Hát sajnos tudja, mivel engem nem hívnak olyan televíziókban, ahol ellenzéki politikusokat nem hívnak olyan televízióban, ahol lehetne beszélni olyanokhoz, akik a Fidesz szavazói, ezért ez nem fog menni. De nekünk, a baloldal az ellenzék szavazóinak is egy nagy könnyebbség ez. Én nem szoktam soros tervről beszélni, mert általában egyetértek önnel. De ha lebukik a soros terv, ha kiderül, hogy a soros terv egy nettó hazugság, mint ahogy az egész migrációs válságról szóló szöveg is nettó hazugság, ugye a migrációs válság tavaly teljes egészében megszűnt, nem jönnek bevándorlók Európába, akkor ezt muszáj elmondani az embereknek, mert az igazság az győzni tud akkor, hogyha bizonyíték van. Na még azt mondjuk el, amit itt nekem adását egy fél szóval említett, de érdekes, hogy ugye lesz megint az Európai Parlamentben egy Magyarország tematikájú vita, és hogy azt említette, hogy előtte lesz egy olyan napirendi pont, hogy választott képviselőket ért erőszak.
és ugye ez a gdanszki polgármester halál esetében meggyilkolásával kapcsolatos, de hogy ön ide be fogja hozni azt, ami a magyar képviselőkkel, az ellenzékiekkel történt? Én fogok erre tenni egy kísérletet, nem akarok belemenni az Európai Parlament bonyolult működésébe, ahol nagyon nehéz szót kapni egy parlamenti plenáris vitában, ha az ember nem közvetlenül érintett. Egy órás vita és 750 képviselő van ezzel, azt hiszem mindent elárultam, de fogok rá kísérletet tenni. Szörnyű dolog, hogy politikai okok miatt meggyilkolták a gdanszki polgármestert. De szerintem az is szörnyű dolog, hogy Varjú Laci képviselőtársunkat ütik-verik a állami médiának az épületében, majd utána az ügyészség egy hivatalos papírban azt mondja, hogy nem történt bűncselekmény, minden rendben van, sőt, maguk az országgyűlési képviselők követtek el bűncselekményt. Szóval hogy... szerintem ez nyilván nem tud olyan súlyú lenni, mint egy politikai gyilkosság. Az Úr adja, hogy nálunk ne legyenek politikai gyilkosságok. De az erőszak az mindig egyre több erőszakot szül. A végén mi is eljuthatunk odáig, hogy ez valakinek az életére. Ön azt mondta, hogy olvasta ezt az ügyészségi szöveget, amiben elutasították az ellenzéki képviselőknek a feljelentését, és hogy úgy fogalmazott, hogy abban konkrétan olyan mondatok szerepelnek, amik nem történtek meg. Tudna erre példát mondani? Maga az egész egy jogi csűrcsavar, ami semmiféle normális konzekvenciára nem jut. A vége az az, hogy az ügyész ki tudja mondani, hogy nem történt semmi, és ezért össze-vissza beszél. De tényleg vannak benne olyanok, hogy azt mondják, hogy a rendőrök felvették a kapcsolatot a parlamenti képviselőkkel, és beszélgethettek vele, hiszen ugye a parlamenti képviselők azt kérték, hogy a rendőrök védjék meg őket a verekedő biztonsági őröktől. Ez többször látszott élőben is, hogy telefonálnak onnan. És azt mondják, hogy az van ebben, ahogy ők beszéltek velük. Nem beszélt velük. A képviselők azt mondják, hogy velük nem álltak szóba. Lehet, hogy úgy értik, hogy beszéltek, hogy felvette a diszpécsert. Azt állítja ez a papír, hogy a MTVA dolgozói hívtak Varjú Lászlóhoz mentőt. Nem, én hívtam Varjú Lászlóhoz mentőt, és őket nem engedték be. Tehát ez konkrétan nem igaz. Nagyon sok ideig nem engedték be őket az állami tévének a székházába. Szóval nem pusztán megpróbál össze-vissza beszélni az ügyész, ha megint röviden megmondanám a véleményet, az az ügyész, aki ezt a határozatot meghozta, ő szerintem bűncselekményt követett el. Ennek az ügyésznek a demokratikus átmenet után a független, tisztességes, pártatlan bíróság előtt kell állnia, mert nekem az a véleményem, hogy ő bűncselekményt követett el, és ezért neki bűnhődnie kell. És a bíróságon ön szerint ez az úgy hol fog végződni? Mert azért ennek komoly büntetési tétele van egyébként, amivel most gyanúsítják az ellenzéki képviselőket, több év börtön is. Orbánék folyamatosan foglalják el a magyar független intézményeket. Az ügyészség már úgy, ahogy van Orbáné, a rendőrség már úgy, ahogy van Orbáné, az állami számvevőszék már úgy, ahogy van Orbáné. A bíróságok egy része még őrzi a függetlenségét. Szörnyű kimondani, de azon fog múlni ezeknek a képviselőknek a sorsa, hogy olyan bíró elő kerül az ügyük, aki még tisztességes, ők vannak egyébként többen, vagy olyan, aki már besimult az orbáni rendszerbe, ők vannak kevesebben. Szerintem, ahogy én Orbánékat ismerem, ahogy én az egész Fidesz működést ismerem, mindent meg fognak tenni azért, hogyha kell törvénytelenül, de hozzájuk lojális bíróhoz próbálják rakni. Az Európai Parlamentben milyen visszhangja volt azoknak a decemberi napoknak? Az Európai Parlament az elmúlt 5 évben, bocsánat, egy icipicit messziről kezdem, nagyon kevés magyar ügy ért el a képviselőket. Nem vagyunk sajnos nagyon izgalmasak Nyugat-Európában. Hát azért egy sargentini jelentés után... Az a ritka kivételek közé tartozott. Erről viszont mindenki hallott. Mindenki megállított a folyosón, és kérdezte, hogy a rabszolgatörvényről mindenki hallott az Európai Parlamentben. Arról, hogy a magyar képviselők hősiesen küzdöttek az őket bántalmazó, állami médiában dolgozó, kigyúrt kopasz verőemberekkel szemben, erről mindenki hallott. Persze... nem jó, azt hiszem, a magyar országimázsnak az, hogy ilyeneket tudnak rólunk, de a magyar demokrácia állapotának jó az, hogy tudjanak róla az európai parlamenti képviselők, hogy milyen szörnyűségek történnek Magyarországon. Mit szólnak ilyenkor? Nem beszéltem néppárti képviselővel, de beszéltem olyan baloldali képviselővel, aki a saját országához tartozó néppárti képviselőkkel beszélt, és ők is azt mondták, hogy ők már régóta azt képviselik, hogy a Fidesz ki kell zárni az Európai Néppártból. Lassan ezt meg is kéne. Mióta halljuk. Lassan ezt meg is kéne lépni. Köszönöm szépen. Köszönöm.